Nem ütközik jogszabályba, nem ütközik nyilvánvalóan a jó erkölcsbe, és a deviza alapú hitelek nem forint hitelek. Többek között ezt mondta ki a kúria hétfői jogegységi határozata. A régóta várt döntés azt jelenti, hogy a legfőbb bírói fórum nem mondta ki az ilyen szerződések érvénytelenségét. Az egyoldalú kamatemelésekkel kapcsolatban viszont nem döntöttek. Több kérdés tehát nyitva maradt, például az, hogy átláthatóak-e a szerződések következményei. A kúria egy évvel ezelőtt úgy döntött, a szerződésben meg kell határozni, hogy a devizában nyilvántartott hitel esetében milyen referencia kamatlábat alkalmaznak. Így a svájci frankban kötött szerződés esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell például, hogy a referencia kamatláb a svájci bank alapkamata. A szerződés csak akkor tisztességes, ha ez szerepel benne. A stúdió vendége Lehmann György, ügyvéd. Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr! Jó reggelt kívánok! Teljesen eldőlt a csata? De, hogy tölte? A háború folytatódik. Háború folytatódik, semmi nem dőlt el. Hát hol vannak a kiskapuk, ami alapján ezt lehet támadni? Vagy ez a jogegységi döntés mennyire érvényes a bíróságokra? Mennyire a jogegységi döntés végül semmit nem mond. Tehát semmit mond a jogegységi döntés, a bírósági perek szempontjából semmi nem történt. Amit az én szoktam csinálni pereket, abban pedig kifejezetten hasznos volt. Na most ennek a... Miért volt hasznos? Hát mert kimondta azt, ami egyébként helytelen, de hát akkor legyen így, ahogy a kúria akarja, hogy devizában adósodtak el. Az adósok. Jó, én tudom, hogy nem devizába adósodtak el, de ha így van, akkor az a bizonyos referencia kamatlába, amit állandóan mondok, hogy a svájci frank alapkamatától függ a deviza adósoknak a kamatának a mértéke, akkor most már ez vitathatatlan. Az egyik felét elmondja a kúria ebben kapcsolatban, azt mondja, az árfolyamváltozás, az adósok, a súlya és a kamat. Ott mi van? Na, szóval ez egy jó kis kúriai döntés volt ebből a szempontból. Egyébként pedig... Tehát ügyvédi szempontból azt mondja, hogy ez önöknek segít. Nekem segít, nekem. A szerződés semmiségével, ugye mert én azt mondom, hogy szerződési feltétel semmiségéből induljunk ki, és azáltal eljutok megint a szerződés semmiségéhez. De hát, hogyha a szerződés semmis, akkor vissza kell fizetni egy összegben az akkor fölvett összeget, nem? Hát már miért kellene? Akkor egy elszámolás van. Akkor megnézzük azt, hogy mi mennyit fizettünk. Azért így is lehet a bankokkal elbánni. Uh-huh. Nézzük meg akkor kamattal együtt mennyit fizettek az adósok. Hát legyen így, akkor nem kell perre, egyezünk ki bankok. Ti adtatok ennyi kölcsön, mi adtunk ennyit, a különbözettel tartozunk. Nem azt a kölcsön fizetem is, amit adott, és az, avval mi lesz, amit én már fizettem. Lehmann úr, amit ugye Róna Péter nyilatkozott, hogy mind a tájékoztatási kötelezettség megfelelő hiányával, vagy a megfelelő tájékoztatási kötelezettség hiányával, mint pedig a szerződés módosítások egyoldalúságával támadható ebben az ügyben, mit lépnek? Ugye Róna Péter azt mondja, vagy mit lehet lépni, Róna Péter azt mondja, hogy azt elfelejtették megmondani az adósoknak, hogy bizony itt az elmúlt 10-15 évben 6-8%-kal romlott a forint a svájci frankhoz képest évente. Na, a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos a lehetséges perre én nem foglalkoztam. Itt ebben érvénytelenségi okot nem nagyon látok. Itt egy hibás teljesítési probléma ennek ellenére van, tehát Róna Péter helyesen mondja. De akkor támadható gyakorlatilag a szerződés. Én az egyoldalú szerződés módosítással kapcsolatos, abban kapcsolatos, és abban erősödtem, mint hogy az előbb elmondtam ezáltal. Ettől még nem örülök egyébként ebben a megállapításban, hiszen valóban a tömegek felé pontos tájékoztatást kellett volna adni a kúriának, és a legnagyobb hibája ennek a véleménynek az, amiről hallgatott. Hallgatott arról például, július 4-én semmisnek nyilvánította a kúria is azt a szerződést, ahol a HPT 213. szakasz első bekezdett C pontja szerint költségként nem számolták el a deviza az árfolyam közti különbséget, a vételi eladási árfolyam közti. Hogy volt ez kúria? Most mitől lett hirtelen érvényes az is a szerződés? És miért nem tetszett mondani? Hiszen az visszamenőleg már nem lehet érvényesíteni azt a szerződést. Nem, az érvénytelenség az mindig visszamenőleges hatály, a szerződést megkötésekor kell figyelni. Időközben érvényteleníteni nem lehet. Na tehát, ha egyszer július 4-én azt mondta a kúria, hogy hiszen helybe hagyta a korábbi jogerősítéletet, amelyik azt mondta, hogy semmiség, csak éppen az érvénytelenség okát kiküszöbölte, akkor most össze-vissza beszél a kúria. Hogy lett ebből érvénytelen? Tehát ön azt mondja, hogy önellentmondás van a kúria tevékenysége és, és vizsgálata között. Milyen lehetett volna az a kúriai döntés ön szerint, ami jó döntés lett volna? Hát már meghozta a kúria ezt a döntést. Jó, de tegyük föl, tehát játszunk egy kicsit a gondolattal. Nézzük meg a 2 per 2012-es PK véleményt. A kúriából, ha jól tudom, 7
remek képességű bíró 6 hónapig dolgozott ezen a véleményen, ez egy tökéletes európai alkotás, és azt vegyük elő, és ismételjük meg. Jó, most számokat mondott, mondja el ennek a véleménynek a lényegét. Ennek a véleménynek a lényege az, hogy akkor tisztességtelen egy szerződés, sífeltétel, amit tehát én támadok, ha annak a 6. pontjában szereplő, ha jól emlékszem, 8 feltételből, akár egy is tisztességtelen. Most ebből kiemelt most a kúria. Szóval tetszik tudni, ilyenkor, amikor ilyet tesz a kúria, azért független attól, hogy amit megállapított, azt mondom, jogilag rendben van, az átláthatóság elve miatt elküldik Luxemburgba az Európai Bírósághoz, abban a PK véleményben az átláthatóságot még pontosan tudták. Fiúk. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy itt az átláthatósággal kapcsolatos kérdés, ami Luxemburgban van. És a többi hét, és a többi hetet most a kúria miért nem vizsgálta? Mi a másik hét? A hét az objektivitás, az objektivitás, akkor arányosság elve, akkor a felmondhatóság elve. Most fejből össze kellene szedni, talán rövid most a műsoridő, el fogom mondani. Objektivitás, mondom, az arányosság, a felmondhatóság. Ez például rendkívül módon hiányolom. Miért? Mert a 472/2010-es Luxemburgi Bíróság azt mondta, hogy ez fontos. Ez minden szerződésből hiányzik a tisztesség alapján. Miért nem foglalkozott most ebben a kúria? Azt tette, amit a kormány. A kormánytagok nem indítanak közérdekű pert, ő meg nem hajlandó átvállalni ennek a felelősségét. Kormánytagok, olvasgassátok időnként a 3/2010-es PK vélemény, nézzétek a Luxemburgot, és tegyétek a dolgot. Kíváncsian várjuk, hogy a kormánytagok hallották ezt, és megtalálják ezt a sorszámot. Nagyon szépen köszönöm, Lehmann úr, tehát a remény nem veszett el ezek. De, hogy veszett. Köszönöm. Köszönöm szépen.